Kedves nézőink, folytatjuk az egészségügy kitárgyalását. Most ezúttal Kincses Gyulát köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Magyar Orvosi Kamara vezetőjét. Azt tessék nekem megmondani, ha lehetséges, hogy azt olvastam, hogy az Orvosi Kamara közzétett egy nyilatkozatot, mely szerint a béremeléssel az orvosok meg vannak elégedve, ami nagyon jó dolog, de majd gondolom ez lesz hozzáfűzni valója. És akkor most, ha nagyon bulváros lennék, meg gonosz lennék, akkor kérdezem, hogy ez nagyon szép, de hogy olvasom azt is, hogy itt mondanak föl, ott mondanak föl, itt nincs ügyeleti ellátás, ott nincs ügyeleti ellátás. Tehát a kutatásunk azt bizonyította, hogy az alapbér emeléssel, tehát azok, akik az új törvény alá tartoznak, igen, és főállásban dolgoznak, azoknak az alapbér emelése rendben van. Ez furcsa is lenne, ha nem lenne így, mert tényleg történelmi léptékű ez az alapbéremelés, tehát kvázi megduplázódott hivatalosan. Azért mondom a hivatalosan, mert ugye miután annyira alacsony volt a hivatalos előtte, csomóan többet kerestek, és ezért a valós jövedelmük nem duplázódott meg, de lényeg az, hogy ezzel elégedettek vagyunk. Az összjövedelem már nem feltétlenül ennyire pozitívan változott, mert az ügyeleti díjak, pótlékok, stb. Egy jó néhány dolog vagy nem nőtt ennek arányában, vagy elveszett. És főleg azok a problémák, hogy felmondások, hiányok a vállalkozói rétegből hiányoznak. Tehát az ügyeleti díjak alacsonyak nagyon, és azok a szakterületek, ahol kiemelt ügyeleti terhelés van, ott már előtte is a kórházak úgy tudták megoldani szürkezónásan, mindegy, azt, hogy legyen orvosuk, hogy vállalkozóként foglalkoztatták vissza a dolgozót, hiszen ha katás valaki, akkor a bértömegből sokkal több nettó jut, és így tudták megoldani, hogy legyen orvos. Na most ezért pontosan ezeken a kritikus területeken jellemző a vállalkozói lét, ott viszont rosszabb szabályozás született, vagy nincs megfelelő szabályozás, és ők elégedetlenek joggal, és ők mondtak fel inkább. Tehát nem általában vannak felmondások, de ez olyan, mintha összesen 50 sztrájk van a vasutasoknál, de az mind mozdonyvezető. Igen, és az egyébként komoly problémát jelent. Igen. Értettem. Szürke zónát mondta az előbb. Ha nagyon pozitívan szemléljük a jövőt, mikor fordulhat ez elő? Mikor történt az meg, hogy ez a szürke zóna eltűnik, és minden fehér lesz? Mert ugye azt látjuk, ugye azt gondoljuk, hogy Európában ez a rendszer így nem működik. Tehát nincs szürke zónás rendszer az egészségügyben. Vagy van? Valamilyen szinten mindenütt van, tehát ugye ölni se szabad, lopni se szabad, és azért... Bocsánat, tehát... De én értem, de nem mindegy, hogy valami általános jelenség vagy kivétel. Tehát ez az első. A másik dolog, amit akartam mondani, hogy lehet-e tiszta a járda és az utca a Veserényi 17 előtt, hogyha az egész Veserényi össze van hányva? Nem. Sajnos miután... A általános közéleti tisztaság, vagy közpénzi, vagy szürkezónássághoz képest csak egy vagy két fokkal tud az egészségügy tisztább lenni. Ez sajnos befolyásolja. A harmadik pedig, hogy a szokáshoz nagy úr, tehát ugye ugyanígy a hálapénzzel is. Ez a kérdés, hogy nagyon nehéz dolgunk elmagyarázni azt, hogy kedves beteg, hidd el, hogy a hálapénzért nem kapsz jobb ellátást, csak nagyobbat köszönnek. És főleg a hálapénzért néha, majdnem, hogy azt mondtam, az életével fizet a beteg, ez így remélem, hogy nem igaz, de azért azokat a történeteket pontosan tudjuk, hogy a vajudóhoz nem mer senki hozzányúlni, mert a prof betege. Igen. És meg kell várni, amíg befejezi a vacsorát, beér valahonnan, és ez mind egészségkockázat. Tehát bizalomhiány van az egészségügyben, és főleg azért, mert nagyon rossz a hozzáférés, vagy túl sok pont van, és ezért szeretne a beteg valamilyen biztonságot, szeretne valamilyen személyességet, és ezt vásárolja meg a hálapénzért. Na most azt kellene elérnünk, hogy ez ne megvásárlandó luxuscikk legyen, hogy bizalom van, hogy szóba állnak a beteggel, hanem alapértelmezett dolog legyen, és abban a pillanatban ez az egész megoldódhat.
fogad. Oké, és akkor az orvosnak is el kell magyarázni, hogy ne fogadd el. Egyrészt nem csak elmagyarázni kell, hanem azt kell tisztázni, hogy bocsánat, bűncselekmény, nem szabálysértés, nem ennye-bennye, nem kamarai, etikai ügy, amiben megrovást kaphat, vagy ilyesmit, hanem bűncselekmény, rendőrség, nyomozás, bíróság. Tehát ezt fontos tudni. És főleg ez a lényeg, hogy mi azt mondtuk, hogy tisztességes bér mellett ez elvárható. És jelen pillanatban ez a bér tisztességesnek mondható. Azért mondom a jelen pillanatban, mert nem tudjuk, hogy milyen infláció, milyen bérspirál, hogyan indul el Magyarországon, és ennek az értéktartása előfeltétele annak, hogy a hálapénz kikopjon, de azért most egy tisztességes bértáblánk van, félmilliós kezdő és kétmilliós végfizetéssel, amire azért nem lehet azt mondani, hogy ez méltatlan. Világos. Azt nekem még problémám van ezzel a hálapénzes története, mégpedig az, hogy igen, el kell magyarázni, hogy ez bűncselekmény, és igen, ellenőrzik az egészségügyi dolgozókat, hogy elfogadja, nem fogadja el, és ha igen, akkor kiderül, hogy aki fölkínált, az ez egy csapda, mondjuk így. De ugye még eddig hatán egy nővéről olvastam, hogy ő úgymond megbukott. Orvosról még nem hallottam. De. Történt de, ilyen? Csak történt ez nem volt. Nyilvános volt. Én akkor nem tudom. Keressen utána a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál. Az tény, hogy összesen 10 alatti az indult vizsgálatok száma. Tehát nem tömeges, nem arról van szó. Ez vagy jó? Azt gondolom, hogy jól indult ezzel a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Az első, hogy a törvény január 1-től él, és addig, amíg a Covid dühöngött, és intenzív ellátás központú volt a magyar egészségügy, addig a mi kérésünkre is, de békén hagyták a kollégákat. Eleve nem volt hálapénz jellemző a Covid osztályokon, hát vagy ilyesmin, de akkor is ez a plusz teher, hogy na, minket itt, ezt kértük, hogy most ne. És ezt be is tartották. A május vége talán, amikor elkezdődtek ezek az ellenőrzések, és mondom 10 körüli vagy 10 alatti van, a fele az pozitívan zárult, mármint nem tudom most itt mit tekintünk pozitívnak, magyarul úgy, hogy a kollega nem fogadta el ez a felajánlottat. Nagyon fontos, hogy több mint fele így zárult, és amit még én első körben nagyon pozitívnak tartok, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat valójában nem a klasszikus hálapénzes ügyekre ment rá, hanem a korrupció jellegű ügyekre. Tehát nem az volt, hogy valakit felkértek, hogy operáltassa már meg magát azért, hogy felajánlhassa a borítékot, hanem bementek azzal, hogy hát börtönbe kéne mennem, és tessék nekem igazolást adni, hogy beteg vagyok, és nem vonulhatok be. Idős nagymamát el lehet-e helyezni, ha jól megfizetem. Tehát várólistán erőre lehet-e kerülni. Tehát korrupció jellegű ügyekkel provokáltak, vagy azokat tesztelték, nem pedig a klasszikus, sima hálapénzes ügyeket. És az rendben van, hogy első körben valóban ezt a fajta tisztítást kell a rendszerben elvégezni, de ettől mi még tartjuk azt, hogy a normál hálapénzt is ki kell iktatni a rendszerből, mert tényleg hihetetlen túlkezeléshez, redundanciához végez. Én, mikor egyetemen tanítok, akkor fel szoktam tenni a hallgatóknak azt a kérdést, hogy rendben van-e az, hogy viszonylag sok nő hal meg azért Magyarországon, mert nem elég szegény. Ez jó, nagyon érdekes. És ez mondta az előbb, hogy a Covid alatt a szolgálatot megkérték, hogy ne nagyon nézelődjenek az orvosok után. Mit gondol az előttünk álló járványról, mint kamarai vezető? Igen. Ugye mindenütt azt nyilatkoztam, hogy a negyedik hullám az nem lesz, hanem van. Van, igen.
Tehát más az, ami járványtani szempontból számít, és más az, ami a percepcióban és ellátórendszer terhelése szempontjából. De azt mindenki látja, hogy a delta variáns az a világban és sajnos Európában is egyre agresszívebben van jelen. Mindenki látja, hogy az oltottak is képesek megbetegedni, szerencsére nem halnak bele, tehát nagy védettséget ad az oltás a delta variáns ellen is, de nem azt jelenti, hogy nincs ilyen vírus ott. Na most én értem, hogy a migránsok ellen felhúztuk a kerítést és megvédte az országot, de az a kerítés szakasz a delta variáns ellen nem véd. Tehát nincs, hát akkor, amikor ilyen mobilitás van az országban, vagy a világban, akkor nem lehet olyan szerencsénk, hogy valamiért nem kerül be az országba, sőt, tudjuk, hogy itt van. Ugye mindenki érthető, mármint úgy értem, hogy pszichológiailag érthető, nem elfogadható módon, de most el akar dobni minden maszkot, minden korlátozást, tehát teljesen szabad a vásár, ha jól tudom, csak a nagy létszámú zenés-táncos rendezvények, magyarul nagy bulik, igen. Amik meg nem nagyon vannak egyébként, ilyen nagy fesztiválok, mint a Sziget, vagy ilyesmi, azoknál kötelező csak a védettség igazolvány, máshol nem. Tehát jó eséllyel a negyedik hullám lesz, mármint olyan értelemben is, hogy előre kap. Ugyanakkor ez az átoltottság, az én jóslásom szerint, ha nincs újabb mutáció, bocsánat, ha újabb mutáció van, akkor forma C és rezet, és újra kell mindent tárgyalni, de ha nincs érdemi újabb mutáció, akkor biztos, jó eséllyel nem éri el a harmadik hullámnak a súlyosságát, de a második hullám környékét, tehát az első fölöttit, azt jó eséllyel el tudja érni, de abban bízhatunk, hogy több megbetegedés lesz, de kevesebb lélegeztetett beteg, Bilány. Kevesebb halott. Pillanatnyilag ezt tudjuk, de óráról órára változik a tapasztalás, és ezt most tanuljuk mi is mindenki menet közben. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta. Végezetül csak egy mondat. 1997-ben volt egy alánynak komoly műtétem, és amikor elengedtek a kórházból, akkor mentem a zárójelentésre az orvoshoz, és hát mondtam, hogy azt mondta nekem az orvos, hogy tegyem el, eszembe ne jusson, és ha én azt akarom, hogy vala az életembe köszönjön nekem, akkor ezt meg ne csinálj. Tehát eszem, hogy felejtsem is el, és minden ketten felejtsük el, hogy ez a dolgot én megpróbáltam. És azóta is nagyon jóba vagyok vele, az egyik legjobb szakember, és nem adtam oda, tudomásul vettem, és azóta is köszönünk egymásnak, és beszélünk egymással. Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondta. Ugye az egész projekt úgy indult, hogy 1001 orvos hálapénz nélkül. Igen. Tehát szerencsére nem egyedi ez a történet, amit elmondott, és köszönöm a kollégának. Én is köszönöm szépen, minden jót kívánok!